Üdvözöljük Önöket! Önök az SVC csapat a videó összefoglalóját látják, amelyben megosztjuk Önökkel a húrszállítás és az SVC társaság történetének legfontosabb elmúlt hetekbeli eseményeit. Ebben a kiadásban a következőkről lesz szó. Hogyan zajlott a személyre szabott faültetés az ökoparkban? Hogyan változtassuk meg a szállítást és a közlekedést Indiában? Új interjú Jevgenyi Petrovval. Ne vesztegessük át az időt, és térjünk is rá az első eseményünkre. Mindenki arról álmodik, hogy nyomot hagyjon a történelemben, ez alól az SVC partnerei sem kivételek. Partnereink a Juterra promóció keretében érkeztek fát ültetni Belarusba. Így új cédrus, fenyő és lucfa sétányok jelentek meg az Aquarel Ökopark területén. A rendezvényen összesen több mint 200-an vettek részt. A túrán részt vettek az első Ras Al Khaimah-i Juterra üzemépítése finanszírozásában úttörő partnereink is. A díszvendégek elismerésben és emlékezetes ajándékokban részesültek. Az ország közlekedési rendszerébe való tömeges beintegrálása szempontjából Indiát tekintik a húrszállítás legígéretesebb régiójának. Ráadásul India több mint 1,5 milliárd lakosának sok árura van szüksége, amelyeket az egész országba szét kell tudni teríteni, hogy azok végül minden otthonba eljuthassanak. A húrszállítás, teher és személyforgalmi hálózata képes lesz megbirkózni ezzel a feladattal. Exkluzív interjú jelent meg Jevgenyi Petrovval, a Húr Technológiák ZRT marketingért felelős vezérigazgató helyettesével. Jevgenyi különleges utat járt be szakemberi státuszától a GST Incorporated projekt, kereskedelmi, irányítói és promócióért felelős menedzseri posztjáig. Ruszlan Bagirov műsorvezetővel folytatott beszélgetése során Jevgenyi megosztotta elképzelését a húrszállítás fejlesztéséről, a projekt filozófiájáról, és elmondta, hogyan épült ki a személyes kapcsolata Anatoli Eduardovics Unickivel. Ezek voltak már a főbb híreink. Ne felejtsék el lájkolni ezt az epizódunkat is, és fűzzenek hozzá megjegyzéseket is. Viszontlátásra!